A 2015-ös évről tartott elnöki beszámolóval kezdődött a Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett közmeghallgatás Duda Bogdányban. A Művelődési Házban megtartott eseményen Herr Tamás ismertette az önkormányzat programjait és azon tevékenységeket, amelyeket a szervezet végzett az elmúlt évben. 7. január 17-én részt vettünk egy versenyen, ahol nagyon jó képviseltük Duda Bogdányt, a Szálatánc nevezetű versenyen. Egy disznóvágás versenyen, ahol elsők lettünk az 5 résztvevő közül. Az elnök hozzátette, hogy címvédőként idén is megmérettetik magukat, és tervben van a jövőre nézve, hogy Duna Bogdányban is hasonlót szerveznek. Herr Tamás a tavalyi év eseményei közül kiemelte a január 18-án a magyarországi németek előzetésének emléknapja alkalmából megtartott országos megemlékezést, amelyen a német nemzetiség országos vezetői, valamint több közjogi méltóság mellett Balogh Zoltán miniszter és a német kormány tagjaként Hartmut Kosik is részt vett, és amely eseménynek Duna Bogdány adott otthont. Hozzátette, ebben az évben a kitelepítés 70. évfordulóján Budaörs lesz az esemény házigazdája, ahol a tervek szerint Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. A Duna-Bogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat az emléknap megtartásán kívül augusztus 20-a utáni vasárnapon tart megemlékezést, tekintettel arra, hogy a kitelepítés a községben 1947-ben ekkor volt. Május 1-én állítottunk ismét máriumájusfát, idén kicsit kisebbet néztünk ki, úgyhogy könnyebb volt a mutatvány, de ezt meg szeretnénk tartani minden évben, hogy állítunk megint májusfát, reméljük, hogy ott az megmarad az alaj nekünk. 16-ra ugyanúgy be van tervezve. Május 5-én nemzetiségi nap volt az iskolában. Július 4-én pörköltöző verseny volt. A hagyományos főzőverseny a Duna-Bogdányi Németekért Alapítvány, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat programjaként a kulturális kínálaton túl a civil szervezet támogatását is szolgálja. Az elnök a nyári programok közül példaként említette a községi önkormányzat Szent Donát napi búcsúrendezvényét, amelyen a nemzetiség kultúrcsoportjaival és amelyben a Nemzetiségi Önkormányzat munkájával is részt vett. November 12-től márton napi felvonulás, ismét kevés poharat vettem. Tavaly 500 darabot hoztam, idén 600-at, és a 600 fogyott el. Úgyhogy ennyi a résztvevő, hát azt hiszem erre nincs mit mondani, annyian jönnek erre a rendezvényre, és nagyon aranyosak a gyerekek, iskolások, óvodások. Ezt minden évben ugyanígy gondolom megtartjuk. A november másik nemzetiségi rendezvénye az Erzsébet vagy Katalin bál, amely a nemzetiségi tánccsoporttal közös szervezésben valósul meg. Az elnöki expozé után a község nemzetiségi művészeti csoportjainak beszámolója következett. Herr Alexandrától a nemzetiségi tánccsoportot jelölő Donauchni Tanzgruppe, valamint a Schwab zenekar beszámolóját hallhatta a közönség. Ja, a Donauchni Tanzgruppe, mert hogy már van megint is, a Német Nemzetiségi Tánccsoport 2012. októberén alakult, és mint sok más német nemzetiségek által alakult településen, Duna-Bogdányban is fontosnak éreztük, hogy olyan közösséget hozzunk létre, amely a német nemzetiségi kultúra és hagyományokat tápolja. Megalakulásunk volt, aktív részvevői vagyunk a közösségi nemzetiségi rendezvényeinknek. A nemzetiségi délután, a borverseny, sör délután, búcsú, most a születi felvonulás is és testvérvárosi kapcsolatok terén is. Herr Alexandra a tánccsoport kapcsán elmondta, hogy rendszeresen évi 8-10 alkalommal kapnak felkéréseket más nemzetiségi településekről is vendégszereplésre, ezen kívül minősítő versenyen is vettek már részt, 2014-ben a Magyarországi Német Néptánc Fesztiválon bronz fokozatot értek el. Hozzátette, a 18 főből álló társulat repertoáriát Bucsánszky Beáta néptáncos állította össze. A csoport finanszírozása tagok befizetései a Duna-Bogdányi Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Községi Önkormányzat révén valósul meg. Biztos sokan látták, hogy idén elkészült a lányoknak az új táncos ruhája, ami a hagyományokat jobban őrzi, mint az előzőt, és most készül a fiúknak is a táncos, új táncos ruhája.
Herr Alexandra a Schwab zenekar 2015. évi programját is ismertette. Az elmúlt évben számtalan felkérés mellett közel 20 fellépést tudott teljesíteni a zenekar. Ebben a hagyományos koncertek, egyházi búcsúalkalmak és olyan szokások, mint a május 1-i menetzene is benne foglaltatnak. Emellett tavasszal az új rendezvénytérre adományokat gyűjtő koncertet, valamint karácsonykor ünnepi repertoárra jelentkező hangversenyt is szervezett a Schwab zenekar, és számos alkalommal a községen kívül is szerepelt. Július végén végre elmentünk Lajtenbachba, a testvérvárosunkba. Az úti költséget a saját zenekaros pénzünkből finanszíroztuk, majd különböző szervezetek támogatását kérve, valamint a Lajtenbachban kapott pénzből pótoltuk a fennmaradó összeget. A Schwab zenekar Lajtenbachi útjához hozzájárult a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Dunabogdányi Németekért Alapítvány, valamint a községi önkormányzat is. A működést érintő fejlesztésekről is szót ejtett Herr Alexandra. A múlt évben nem volt lehetőségünk hangszereket javítani, pedig sajnos vannak meghibásodások, de nagyon sok hangszerünk felújításra szorul, valamint szükségünk lenne új dobra is. Tavaly, illetve hát idén új strakabírok ottatartókat szerettünk volna vásárolni, de sajnos ez is elmaradt. Szeretnénk a zenéket kedvelő közönséget továbbra is színvonalas előadásokra szórakoztatni, és újabb támogatókat megnyerni a hagyományápolás elősegítéséhez. Az év nagyon fontos volt a kórus életében, hiszen 10 évesek lettünk szeptemberben, ami úgy gondolom, hogy egy elég jelentős történés egy kórus életében. 2005-ben alakult a kórus, akkor ilyen 13-14 fővel. Fogel Norbert, a nemzetiségi dalkör, a Bogdan Zinkreis vezetőjeként tartott beszámolót. Elmondta, hogy a mára mintegy 25 fős tagságú kórus mintegy 150 fellépésen van túl, helyi, hazai fellépések mellett a németországi Gerlingenben és Bécsben is vendégszerepeltek már. Ahogy látszik, 2013 volt a kórusnak a legaktívabb éve, mert ekkor részt vettünk egy kórus minősítő versenyen, ahol arany minősítést szerzett a kórus, erről akkor hirtattunk a Bogdány Híradóban és egyéb más fórumokon is. Erre mai napig nagyon büszkék vagyunk. 2013-ban kiadtuk az első önálló CD kiadványunkat, ez a Dort Rund an der Donau címmel jelent meg. Az idei évben újabb CD jelent meg, Zenjáret Bogdaner Zinkreis címmel. Fogel Norbert hangsúlyozta, a dalkör nagy hangsúlyt fektet a fiatalításra, az országos átlaghoz képest fiatalabb az életkora a dalkörnek. A repertoár tekintve mintegy 100 dallal foglalkoztak már eddigi pályafutásuk során. Röviden a céljainkat, hát nyilván nem is lehetne más a célunk, mint a helyi és országos német nemzetiségi dallamok gyűjtése és őrzése. A repertoárban ez úgy mutatkozik meg, hogy hát olyan tipikus bogdányi dal azért elég kevés van, tehát hogyha csak azt énekelnénk, akkor egy CD-t kiadunk, és akkor be is fejezhetünk volna a működésünket, tehát ezért próbálunk egész Magyarországról meríteni. A kettős identitás jegyében a dalkör igyekszik műsorán magyar dalokat is szerepeltetni. Fogel Norbert elmondta, hogy a helyi civil életben is aktív a dalkör tagsága, mind a nemzetiségi rendezvényeken való fellépés és háttérsegítség biztosításában, mind egyénileg is. Az archiváló tevékenység pedig kimerül a CD felvételek készítésében. Most már több mint vagy nagyjából szerintem pont 30 dal szerepel a két CD-n, ami úgy gondolom, hogy egy jó eredmény ahhoz képest, hogy egy ilyen CD felvétel ilyen hosszú ideig tart. A tavalyi évből mintegy 15 fellépést ismertetett a dalkörvezető, külön megemlítve a 10 éves évfordulóra szervezett kórus találkozót, ami a nemzetiségi sördélutánnal együtt került megrendezésre szeptemberben. A munkánk számokban nagyjából így néz ki, ami inkább sokat mondott, nem kell sokat beszélni, 17 testületi ülés eddig, 116 határozat, 115 oldalnyi jegyzőkönyv és 8 pályázat. Fogel Norbert a nemzetiségi művészeti csoportok beszámolói után német nemzetiségi önkormányzati képviselői minőségében a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését ismertette. Egy jelentős részt képvisel a 2014-ből áthozott tartalék. Az önkormányzat működési támogatásra, valamint központi működési támogatásra nagyjából 4-400 000 forintot kap. Ezeket ugye kizárólag működési költségekre számolhatjuk el, amelyek, mint majd lassan látni fogjuk, igen, csak nagy számban vannak. A legnagyobb részt a feladatalapú támogatás jellemzi, vagy jelenti. Ezt úgy kapjuk, hogy amit például 2015-ben véghez vittünk, azt értékelik 2016 első hónapjaiban, és ha jól végeztünk dolgunkat, akkor
kapunk egy bizonyos összeget. Tehát a bevételi oldalon nagyjából 4 millió forint szerepel. Fogger Norbert elmondta, hogy a feladat alapú támogatás meghatározott célokra költhető, tehát a mozgástere itt a nemzetiség önkormányzatnak elég kicsi. A kiadási oldal elég kiegyensúlyozott, az önkormányzat 2015-ben nem preferált különösen egy területet sem, nagyjából 10-10%-os nagyságrendű a pénzfelosztás. Tehát a működési költség, ami ugye a legtöbbet kiteszi, az a, az itt látható az első sorban, illetve a falvi kisbusz. Ez is a működési költségeink közé tartozik. A nemzetiségi kultúrcsoportok, ugye ebből három van, ezeket az egyesületeket 330 ezer forinttal tudjuk támogatni, ebben benne van egyébként a Cecília kórusnak a támogatása is, amely 30 ezer forint volt. Az intézmények iskola, zeneiskola, óvoda, művelődési ház támogatására mintegy 540 ezer forintot, a községben működő civil szervezetekre 450 ezer forintot, míg saját szervezési programjaira mintegy 500 000 forintot fordított a nemzetiségi önkormányzat. 584 ezer forinttal nagy tétel a hittantábor támogatása, de mint Fogel Norbert hozzátette, ennek egy része pályázati forrásból került kifizetésre. A képviselő a nyertes és nem nyertes pályázataikat ismertette. Ezért 8 pályázatot adtunk be. A hitanos táborra volt egy sikeres pályázatunk, ahol 2/3-át megnyertük annak az összegnek, amelyet pályáztunk. Ez egy BMI pályázat, tehát a Német Belügyminisztérium által kiírt pályázat. Ezen több mint 400 ezer forintot nyertünk. Ugye sajnos említett, hogy a kótatartókra sajnos nem sikerült forrást szerezni. Az Inkrájz CD-re 100 ezer forintot sikerült. Fogel Norbert a pályázatok fontosságára hívta fel a figyelmet, különös tekintettel arra, hogy számos nemzetiségi pályázati lehetőségnél megtöbbszörözték a keretösszeget, ami a nyerési esélyeket is növeli.